Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség. Istentől, ami mennyei atyánktól és az ő szent fiától, a megváltó Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek közösségében. Amen. Kedves barátaim, reformáció ünnepére készülve, Isten igéjét a zsidókhoz írott levél 16. fejezetéből olvasom, a 27. verset. Az egyedül bölcs Istennek, Jézus Krisztus által tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Amen. Amen. Kedves ifjú barátaim, kedves diákok, kedves pedagógusok, a hét elejétől kezdve egészen a mai napig a reggeli csendes percek üzenetei a reformátori alapelvek, gondolatok körül jártak. Röviden összefoglalva így tekintünk vissza a mögöttünk lévő napokra, a négy reformátori alap gondolatra. Egyedül a Szentírás lehet életünk igazi vezérfonala, egyedül hitáltal és egyedül kegyelemből nyerhetjük el az üdvösség ajándékát, és egyedül a mi Urunk Jézus Krisztus által juthatunk Isten közelébe, jelenlétébe. Ő hozzá másút nem vezet. Az ötödik gondolat egy kicsit később fogalmazódott meg, mint egy összegzésképpen, legfőképpen a mi iskolánk névadójának, Calvin Jánosnak a gondolatait, tanításait összegezve és azok hatására. Ez pedig így hangzik, egyedül Istené a dicsőség. Soli Deo Gloria. Én ezt a mondatot nagyon szeretem. A Szentlélek Úristen ezt a mondatot nekem valahogyan mélyen beleírta a szívembe, én pedig a kossuthtéri parókia udvarán belevésettem egy kőbe, hogy fennmaradjon nemzedékről nemzedékre. Egyedül Istené a dicsőség. De mit is jelent ez a szép és fényes mondat? Soli Deo Gloria. Kedves barátaim, több mint 500 év telt el a reformáció kezdete óta. Tudjuk azt is, hogy a reformátorok nem akartak új egyházat. Nem akartak új közösséget alapítani, hanem úgy gondolták, hogy az akkorit szerették volna az Isten igéje alapján, a Szentlélek világosságában megújítani, felrázni a középkori egyház vezetői nem voltak erre képesek, hajlandók, mert az egyház tagjai fölötti tekintélyüket, hatalmukat és mindent, ami ezzel jár, elvesztettek volna. Ezért az új tanok képviselőit, a reformáció terjesztőit, az új gondolatok képviselőit az egyházból úgy kiközösítették, kizárták. És akkor köréjük új közösségek szerveződtek. Így született meg a mi református egyházunk is. Először nagyon egyszerű módon, talán a református egyház a kezdeteiben, az első időkben egy kicsit hasonlíthatott az ősegyházra, az őskeresztény gyülekezetre. Aztán az évszázadok során nálunk is megszülettek azok a papi rendek, azok a főpapi méltóságok, amelyek a középkori egyházban is voltak, csak
mi már másképpen neveztük el őket. De talán nem is ez a legfontosabb, mert hogy az emberi közösségeknek, ugyanígy az egyháznak is mindig voltak vezetőik. És mindig előfordult az is, hogy egyesek mások fölé kerekedtek. Aztán kellettek is vezetők természetesen a gyülekezetekbe. De aztán lettek a vezetőknek is vezetői, és azok fölé is mindig oda került valaki. És aztán a sor végén ott áll a jó Isten. No, ezzel van nekünk dolgunk. Jézus Krisztus mai tanítványainak a 21. században, és én azt kérem, hogy ti ezt jegyezzétek meg örök tanulságul, hogy soha, de soha nem lenne szabad Istennek a sor végére kerülni. Mert őt, a mennyei atyát mindig az első hely illeti meg. Calvin Jánosnak volt egy olyan jelmondata, és ez a gyönyörű jelkép, ami ezt elmondja, ha jól tudom, ott van az egyik tanterem ajtaján is, a kézben tartott szív, amelyik azt üzeni, hogy a szívemet hála áldozatul neked adom, Uram. A hála áldozat mindig a köszönetmondás jele. Köszönöm az Úrnak, hogy élek. Köszönöm az Úrnak, hogy megalkotott, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok, hogy rólam gondoskodik, hogy Jézus Krisztus által engem megváltott, a nevemen szólított. Köszönöm, hogy terve van velem. Övé a dicsőség érte. Boldog ember az, aki a szívében Istent hordja középen, és senkit az emberek közül nem istenít. Senkit nem bálványoz. Senki előtt nem hajt térdet. Senkitől nem fél, hanem a szívében hordja. Ahogy hordjátok a szívetekben, ti is mindig ezt a jézusi gondolatot, hogy inkább Istennek kell engedelmeskedni, és csak azután az embereknek. Jézus igazi tanítványa csak azt tudja tisztelni, aki őt szereti. Jézus igazi tanítványa csak azt tudja tisztelni, aki őt ember számba veszi. Tudjátok, Jézus szemében az a nagy, aki szolgál. Aki a dicsőséget nem elvárja, hanem a saját dicsőségét is. Odaadja az Úrnak. Legyen a tiéd, Uram. Kedves barátaim, ezzel fejezem be, ha mérlegre tesszük az életünket, így a 21. század elején, ha mérlegre tesszük a közösségeinket, akkor elmondhatjuk, hogy bizony ránk férne egy nagy reformáció, egy nagy megújulás, ha majd elkezdődik az őszi szünet, és ez nem sokára bekövetkezik, és eljön a reformációi ünnep, akkor én arra szeretnélek kérni titeket, menjetek el ti is lakóhelyetek templomába, szüleitekkel együtt, és kérjétek, hogy az örökkévaló Isten a reformációt, a megújulást a mi életünkben kezdje el. Hogy jobban oda tudjunk figyelni egymásra és az élő Istenre. Így legyen. Amen. Amen. Együtt mondjuk el azt az imát, amelyre a mi Urunk, a megváltó Úr Jézus Krisztus megtanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket
add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség örökkön örökké. Amen. Mindezeknek utána Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket, gondolatainkat, Szent Fiában, Jézus Krisztusban. Amen. Kedves barátaim, most pedig hallgassuk meg szeretettel a színjátszókör műsorát. Megtisztította, a gúzsba kötött lelkeket felszabadította, és a tévelygő nyájat a Szentírás tiszta forrásához visszavezette.
és a hit Istentől kapott ajándék. Jó cselekedetekkel nem lehet érdemeket szerezni Isten színe előtt. A keresztény ember mégis jót cselekszik. Nem azért, hogy egyszer valamit elérjem, hanem szeretetből. Az igazi egyház a hívő Krisztusban való közössége. Az ember egyedül Jézus Krisztusba vetett hite által üdvözülhet Isten kegyelméből. Sola fide, sola gratia. Október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontba foglalt téziseit, amelyet a katolikus egyház megreformálása érdekében tett közzé. A tételek nem sokára nyomtatásban is megjelentek, és két hét alatt egész Németország, majd egész Európa tudomást szerzett róla. Nem ember írta, hanem Isten. Abból elvenni nem lehet, és nem tehet hozzá senki sem. Ez az, amit ő hirdetett. Amint a fa sem gyümölcseivel érdemli ki, hogy fa legyen.
hanem amikor már fává fejlődött, akkor termi a gyümölcsöt. Én ezzel az emberrel, akinek csak csavaros észjárása és szúros tekintete van, nem fogok tovább mutatkozni. Felháborítod az erkölcsi hanyatlás, amivel Erubában találkoztam, és kétségbe vonom a pápa elsőbségét. Mit merészelsz? Hallatlan ez a vakmerőség! Felháborító! Eretnekség! Vallási kérdésekben az egyedüli forrás a Szentírás, amely mindenki felett áll. Az egyház nem tévedhetetlen. Az egyedüli tévedhetetlen igazság Istenben van. Mivel tanáidat visszavonni nem vagy hajlandó, ezért birodalmi átokkal sújtalak. E naptól Luther Mártont bárki bárhol él vagy halva elfoghatja, és a hatóságnak kiszolgáltatja. Üldözzenek! Mozgassanak meg ellenem eget, földet! De a Szentírásban megrejtőző téziseimből semmit sem vonok vissza. Itt állok! Másként nem tehetek. Luther, Európa és a világ képét alapjában átformáló reformáció elindítója lett. Csodálhatjuk zsenialitásáért, hallatlan munkabírásáért és az alázatért, ahogy Krisztus szolgált. Vele egy egészen újkor vette kezdetét. Nézetei hosszas harc után utat törtek. Tanai alapján létrejött az evangélikus, a Kávin János genfi reformátor képviselte irányzatból pedig a református egyház. Luther tanai vezettek a kereszténység teljes megújulásához, amely hamarosan Magyarországra is bejutott. Látom, Uram, fénylő dicsőséged, akár égre, vagy földre tekintek. Megérintesz hulló hópehelyben, áztató zápor esőcsepjében. Kezed munkáját dicséri minden, ami körülvesz a természetben. Az ég kékje, a felkelő nap fénye, a nyíló virág, s a mezők termése. Téged látlak, velem szembe jövő ember, barátságos mosolyában. Te hangodat hallom, felcsendülő szép zenében, orgona hangjában. Érzem szerető gondviselésed, mindennapok apró csodáiban. Nem hagysz magamra betegségben, felém nyújtott kezed gondjaimban. Nem változol, mindig ugyanaz vagy. Ki elesett, gyenge, rád számíthat. Mindig, mindenütt jelen való vagy. Nem hagyod magára világodat. Soli Deo Gloria. Békesség. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ezen az ünnepekkel teli napon. Csendes napunkra készülve, a programok szervezésében erősítettek bennünket a napunkénti csendes percek gondolatai, a reformáció nagy tanításai. A mai nap csendes percének üzenete, melyet nagy tiszteletű Becsei Miklós lelkipásztor szolgálatában hallhattunk a műsor előtt, azt gondolom feltette a koronát a héten elhangzó gondolataira, és méltó lezárása a hétnek, a tanítási év első két hónapjának, így az őszi szünet előtt.
köszönjük szépen igei szolgálatát. És jusson eszünkbe, eszetekbe sokszor ez a hittétel. Soli Deo Gloria. Egyedül Istené a dicsőség. Istennek adunk hálát, övé a dicsőség az elmúlt percekben látott összeállításért. A reformációra emlékeztünk a színjátszó szakkörös tanulók bemutatójával. Köszönjük a lelkes készülésüket, hogy a tanulás mellett vállalták a versek, szövegek megtanulását, a próbákon való részvételt, hogy most itt megörvendeztessenek bennünket. Köszönjük Kovács Dóth Szilvia pedagógusnak a tanulók felkészítését, az odaszánásait az idejéből, az erejéből. És hálásak vagyunk azért a műsorért is, melyet reggel hallhattunk az iskola rádióban. Az összeállításban a 7. A és 7. B osztályos tanulók versekkel, zenékkel, prózával idézték fel az 1956. október 23-ai eseményeket. Köszönjük, hogy megformált, átélt előadásukkal, az összeállítás hangulatával hozzásegítettek minket az emlékezéshez. Köszönjük a tanulók felkészülését és Pótorni Jéger Krisztina tanárnő lelkes felkészítő munkáját. Kereszti Szilárd pedagógusnak, igazgatóhelyettesnek köszönjük a technikai segítséget, hogy a rádióban hallhattuk és az interneten láthatjuk is a műsort. És még mindig hálával van tele a szívem, hiszen hálásak vagyunk, és itt kell megköszönnöm Papné Szabó Angéla tanítónéni áldozatos munkáját, aki, hogyha esetleg elkerülte volna a figyelmeteket, akkor elmondom nektek, a főbejárat feletti ablakokba, illetve a bejárati ajtóra a szólákat, miről tiszteletes úr is már beszélt, a nagy tanításokat gyönyörű kézírással elhelyezte, kiírta, olvassátok majd el, hogyha majd kimegyünk. Az első emeleten egy kiállítóhely került felállításra, már a felső tagozatosok bizonyára látták. Erre a kiállító helyre a felső tagozatosok által készített, megjelenített, vagy tartósított lélek gyümölcsei kerülnek majd. Köszönjük az ötletet Györfiné Herman Katalin tanárnőnek. Hálásak vagyunk az osztályok munkájáért, akik biztosan még készítették az alkotásokat, nagyon sokat fordották a gondolataikban és a szívükben azt a lélek gyümölcsöt, amit megkaptak. Már nagyon várjuk az eredményt, kíváncsiak vagyunk a munkátokra. Novemberben lehetőséget biztosítunk arra is, nektek felső tagozatosok, hogy bemutassátok ezt a kompozíciót, az alkotásokat. A kiállító helyet Papné Szabó Angéla és Vékonyi Virág Tünde tanítók készítették. Mindenért egyedül Istené a dicsőség. A tanév 182 napjából ma a 38. napot töltjük. Hát valaki úgy konstatálja, hogy ez már nagyon sok volt, valakinek gyorsan elszaladt és nagyon kevés időnek ítéli meg, de abban én úgy gondolom egyet érthetünk, hogy már mindannyian nagyon várjuk az őszi szünetet. Hát örömmel közlöm, hogy az őszi szünetet számotokra egy nappal még megtoldottuk, így az első tanítási nap november 3-a szerda lesz, tehát ekkor kell jönni majd iskolába az őszi szünet után először. Kérjük, hogy úgy menjetek el a szünetre, hogy a padjaitokat ürítsétek ki, és a torna felszereléseiteket is vigyétek haza, kicsit rendbe rakni. Mielőtt azonban elmennénk a megérdemelt pihenésünkre, a mai napot töltsük ünnepi hangulatba, és folytassuk az ünneplést. Szeretnénk veletek együtt megünnepelni iskolánk egyik fontos részének az elkészülését, befejezését. Na, akkor egy találós kérdés következik. Vajon mi lehet az? Itt épült a szemetek előtt az iskola területének a kijelölését szolgálja, megvéd a behatolóktól, megakadályozza, hogy a labda kimenjen. Így van, ez a kerítés. Hát nagyon ügyesek vagytok. Szerintetek hány méter hosszú az iskola új kerítése? Mindenki gondoljon egy számra, jó? Gondolj! Jó, 5 méter, hát attól lehet egy kicsit több. Jó? Tartsd meg szépen a gondolatodat a kerecskében. Jó. Ki gondolja azt, hogy ez a kerítés 50 méter, tartsa fel a kezét. De kétszer nem ér feltartani. Ki gondolja azt, hogy ez a kerítés 100 méter hosszú, hogyha kerekítem ezt a számot, ugye itt kapcsolódik a valóság és a matematika tananyag,
Jó, ki gondolja azt, hogy 150 méter a kerítés? Ki gondolja azt, hogy 200? Ó, egyre kevesebb a kéz, egyre kevesebb. Ki gondolja, hogy 300 méter? Azt már soknak ítélitek. Na, elmondom nektek, hogy ez a kerítés 1 méter hiány 200 méter. Na, győztek azok, akik a 200-ra gondoltak, 200 méterre. Örülök, hogyha kitaláltátok, egy kicsit figyeljetek még rám. Itt voltatok, szemtanúi voltatok az építésének. Különösen az alsó tagozatosok követhették figyelemmel napról napra az építését, és köszönjük szépen nektek, gyerekek, hogy nagyon nagy fegyelmet mutattatok az építkezés során, hogy szófogadóak voltatok, figyeltetek a tanítónéni intéseire. Köszönjük a türelmeteket, hogy elfogadtátok ezt a helyzetet, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rátok, hogy akkor is tudtátok, hogy hol vannak a határok, amikor az csak egy szallag jelölte esetleg. Köszönjük a fenntartó Máté Szalka Kossuth-téri Református Egyházközség presbitériumának a támogatását, a tervei megvalósításához nyújtott segítségét. És hát köszönjük a Fehér út Kft. Dolgozóinak is a munkáját, akik szakértelemmel végezték néhány hónapon keresztül ezt a tevékenységet. És köszönjük azoknak is, akik eltervezték, akik utána jártak, akik elhozták, stb. Stb. És még sorolhatnám, hiszen nagyon sok ember munkája van benne, a kigondolástól egészen a megvalósulásig. Szeretnénk veletek együtt megünnepelni. Ezért kérem, hogy ha véget ér itt az ünnepség, akkor a kerítés előtt fegyelmezetten szépen sorakozzatok fel, tehát kívül, a kerítésen kívül, mint egy élő kerítést alkotva a tetszetős új iskola kerítés előtt. Lássuk, hogy milyen sűrűn kell állnunk ahhoz, hogy ugyanolyan hosszú sort alkossunk, mint az iskola kerítése, azaz 199 méter. A főbejáratnál pedig átvágásra kerül a szalag, amivel átadjuk, átadásra kerül a szép új kerítésünk. A szalagot átvágják nagy tiszteletű Becsei Miklós fenntartó lelkipásztor, Farkas János igazgató, Gottlieb Noémi 8. A és Kondor Kamilla 7. A osztályos tanulók a diákpresbitérium elnökei. Az eseményről felvétel is készül, hiszen látjátok, hogy itt vannak már közöttünk, és hogyha talán sok év múlva visszanézzük a felvételt, akkor nagyon sok mosolygós, boldog, integetős gyermeket szeretnénk majd látni a felvételen, ezért kérjük majd, hogyha a kamerás bácsi odaér hozzátok, akkor szépen mosolyogjatok majd a kamerába. És lehet, hogy majd ti is emlékezni fogtok erre az alkalomra, hogy ekkor voltál első osztályos, vagy negyedikes, vagy éppen nyolcadikos, amikor ez a kerítés készült. A kivonulás sorrendje a következő lesz. Az első-második évfolyamosok a piac felőli ajtón távoznak, a harmadik-negyedik osztályosok a játszótér felőli kapun, az ötödik-hatodik osztályosok a főbejárati kapun, a hetedik-nyolcadik osztályosok pedig a belső udvar felől a konyhának a kapuján fognak távozni, és ott sorakoznak fel. Az átadás után a főbejáraton jön be mindenki, az alsó tagozatosok a kijelölt iskolai helyiségekbe mennek, tovább folytatva a programot, a felső tagozatosok pedig egy nagyon gyors mosdózás után indulnak a templomba. A mai napra kívánok mindannyiótoknak továbbiakban is örömteli és vidám pillanatokat. Kívánom, hogy legyen áldás a további programjainkban is. Pihentető, szép őszi szünetet kívánok minden tanulónak, pedagógusnak, iskolai dolgozónak. Soli Deo Gloria, egyedül Isteni dicsőség. Minden nagy hatalmasságban.
nincsen nekünk semmi hatalmunk, kivel néki ellene álljunk. Viaskodik az úri rendünk, kit az Isten bocsátott nékünk. Ha kérded, hogy ki lényen az, Jézus Krisztus az, seregeknek ura, kinél nincs több Isten, annál vagyom az győzedelem. Kapuin hálaadással, tornácaikkal, dicséretekkel, mert jó az Úr örökké való kegyelme, hűsége megmarad mindörökre. Kedves igazgató úr, a fenntartó egyházközség nevében, az iskola életére,
sok-sok áldást kívánunk, hogy azt kívánunk, hogy új kerítés használjátok, jó egészséget, örömmel, és amikor reggelen látok, mindig teljenek az életet hálaadással, Istenünk jóságban, áldásból. Az üdvösség, mely kegyelemből áll. Minden egész élet.
cselekedik lelkében mindenkor, keresztjének képében. Tudom, hogy pásztorom, vezérem én nékem, az én Uram Istenem. Kinek gondja vagyom testemre, lelkemre, mert ő teremtött engem. És ő jó, ha vagyom, ő hozzá hallgatok, mert ő megváltott engem. Azért benne bízom, tudom élés nélkül, hogy én nem szűkölködöm. Az ő mezejének szétsíros füvei szépen legeltet engem. Szent ígéretének édes beszédével mikor vigasztal engem. Anya szent egyházban és az ő atlában szépen megnyugodt engem. Lopótól, farkastól, hamis tanítótól ott megoldalmaz engem. Reggel, hogy kivíszel, én előttem mégyen, igaz tudományával. Minden napon kétszer.